Ezüstérmet nyert a lucerni olimpiai kvalifikációs regattán, és ezzel csatlakozott a Rióba készülő magyar csapathoz a Simon Béla Juhász Adrián evezős páros is. A két fiatalembert Szolnokon sikerült most Skype végre kapnunk. Őket kérdezem majd a felkészülésre, és persze természetesen az olimpiai reményekről is. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Jó reggelt! Szívből gratulálok, ez aztán igazán parádés volt, ez az olimpiai kvalifikáció megszerzése. Köszönjük szépen. Megtettünk mindent érte. Igen, ez abszolút látható volt, megtettetek mindent. Ugye hát azok után azért, hogy itt jártatok nálunk a stúdióba, ez szintén nyugodtan mondhatom, hogy váratlannak nevezett Európa-bajnoki győzelmetek után, nyilván valami benne volt a levegőben, hogy ez a páros azért nagy-nagy meglepetésekre készül, de hogyha mondjuk visszanézzük ennek a lucerni versenynek a menetét, akkor továbbra is mondhatjuk azt, hogy azért ez robbant ez a dolog, ez a ti kvalifikációs helyetek, nem? Mindenképp igen, mert olyan kicsit ott is lassacskán kezdtünk, ugye reményfutamból kellett tovább mennünk, mert az első futamban elrontottuk a beállításokat, áttétet, úgyhogy igen, ez kicsit izgalmasabbá tette a futamot, meg ugye az egész futambeosztásunk is, ugye gyakorlatilag az utolsó 2-300 méteren kerültünk be jutó helyre, úgyhogy eléggé szoros és izgalmas futamot sikerült produkálnunk. De mondhatjuk, hogy ez most már lassacskán ilyen védjegyetekké válik, hogy a végén egy olyan hajrával értek be a számotokra fontos pozíciókba, legyen ez éppen egy EB-győzelem, vagy egy olimpiai kvalifikáció, amire tényleg nem számítanak az ellenfelek? Hát valójában számítanak rá, de sokkal jobb lenne, hogyha nem válna úgy a védjegyünké, mert azért az elég fájdalmas tud lenni egy ilyen is. Úgyhogy sokkal jobb lenne, hogyha már a menet közben el tudnánk dönteni ezeket a dolgokat. Ugye a pályák azért gyorsabbak tudnánk lenni, azért az megnyugtatóbb lenne, mert azért kicentízni a végét mindig, az nem biztos, hogy be fog jönni 10-ből 10-szer. Jó, világos, ezt én értem, de ez persze egyben azt is jelenti, ha azt mondod, hogy a pálya elejét vagy közepét ugye jobban meg lehetne nyomni, hogy akkor ott jobban fogynak az energiák, tehát marad akkor a végére olyan tartalék, ami adott esetben egy sprinthez, tehát egy hajrához kell? Én ezt többször kipróbáltuk, általában nem maradt, úgyhogy azért sikerül így mindig. Uh-huh. Úgyhogy hát valószínűleg ez lesz a pályafelépítésünk az olimpián is, annyi változtatásra tényleg egy nagyon picit megpróbálunk gyorsabbak lenni, hogy ne kelljen ennyit ledolgozni végén. Uh-huh. Mestereteken Morál Dezsővel ezt hogy sikerül most a rákövetkező egy-két hónapban? Ugye most már azért nagyon szűkülnek a hátralévő hetek, napok, még az olimpiai felkészülésben hátra vannak. Tehát hogyan lehet akkor ezt valóban egy kicsit taktikailag akkor átgyúrni, hogy amit mondasz, azért ha az eleje erősebb, akkor ne fogjatok el a végére? Hát ennek a gyakorlását már el is kezdtük végül is, mert most voltunk egy versenyen, ott kicsit erősebben kezdtünk, és jól el is fogytunk a végére, úgyhogy az nem jött annyira be, úgyhogy ott már tudjuk, hogy nem úgy kell kezdenünk, ahogy ott kezdtünk, hanem annál kicsit gyengébben. Uh-huh. Hát próbálkozunk. Még lesz egy-két ilyen magyar bajnokság, meg egy ilyen egyetemi játékok, ahol elindulunk. Azok mind éles versenyek, ott legfőképpen ott próbáljuk meg kicsit átdolgozni. Meg hát itthon az edzéseken időt, meg pár számot nézünk egy pálya közben, és azokat kicsit finomítjuk, és megnézzük, mi az, amit bírunk még. Uh-huh. Mert hogy azért úgy gondolom, hogy egy ilyen helyzetben, hát javíts ki a rosszul gondolom, de nyilván nem arról van már szó, hogy az evezési technikátokon kellene még olyan nagyon sokat csiszolni, hanem itt elsősorban arról van szó, hogy itt ezt a fajta állóképességi tartalékot kell még valahogy belerakni az izmaitokba, a vörös vérsejtekbe, hogy legyen oxigén, maradjon oxigén akkor, amikor erre szükség van, nem? Igen, valószínűleg itt lesz valahol a megoldás. Annyit még talán lehet játszani, hogy a csapásszámon megpróbálunk egy telet vagy egy egészet is emelni az utazón, és akkor hát, hogyha az meg fogja azt hozni. Az nem fog, vagy hát nem feltétlenül fog annyi energiát elvonni, hogyha egy picit emelünk a tempón, mert ellenben nem fogunk annyi erőt beletenni egy csapásba. Úgyhogy megpróbálunk majd talán még ezzel játszani, de hát még azt gondolom, hogy van annyi időnk, hogy ezeket megfelelően leteszteljük. Uh-huh. No, hát ugye azt mindenképpen el kell mondani, hogy azért hál' Istennek ti is képviselői vagytok annak a nagyon
pozitív változásnak, ami a magyar evezősportban zajlik, ugye az új elnök megjelenése óta, ugye olasz szövetségi kapitány van, illetve jól tudom, akkor Hornik József pszichológus is igen sokat segít. Számotokra fontos volt például az ő jelenléte, tehát mondjuk úgy a pszichés felkészítés változásai mennyire mutatkoztak most meg ebben a szezonban nálatok? Hát nekünk mindenképp jól jött, mert pont a tavalyi évünk ugye úgy fejeződött be, hogy ilyen pont ilyen mentális részen valószínűleg kicsit elfáradtunk, meg ugye egymás között is voltak ilyen kisebb-nagyobb nézeteltérések, és erre nagyon jó volt, hogy jött tényleg egy hozzáértő pszichológus, aki segített. Főként olyanokba segít a versenyen szerintem egyébként, ami tényleg ez az edző, meg a versenyző között, meg egymás között mindig van egy ilyen feszített helyzet, mindig van feszültség, meg ilyen olyan dolgok is, amik egy hétköznapon nem jelentenek feszültséget, az egy ilyen téthelyzetben még az is. Úgyhogy nagyon, nagyon jó, hogy ilyenkor van, aki kicsit koordinálja meg, hogyha elkezd növekedni ez a feszültség, akkor kicsit odaáll és csillapítja meg az emberek közötti harmóniát fenntartja, úgyhogy tényleg minden, igen. Szóval megtanultátok tulajdonképpen ezeket a helyzeteket jobban kezelni, ha jól értem. Hát igen, ez valahol itt gondolom a rutin, itt jön ki, hogy szépen az évek alatt tudjuk, hogy mi az, amit mondjuk elrontottunk korábban, vagy mi az, amit már nem szabad mondani egymásnak, vagy hagyni kell kicsit a másikat, megismerjük egymást. Ez mind idővel azért egyre profibb lesz, gondolom. No, hát persze feszültséget okozhat más is, ugye Adrián, akár egy vizsgai időszak, amiben jól tudom, éppen nyakig benne vagy. Igen, hát mondjuk most a kvalifikáció gyakorlatilag mindent félretettünk, az iskolát is teljesen, úgyhogy azért kell még most vizsgálni az utolsó pillanatban, mert úgy gondoltam, hogy az Európa-bajnokság és a pótkvalifikáció előtt nem csak tényleg azt foglalkozom az iskolával, amit muszáj, és most cserébe viszont kicsit többet kell, úgyhogy, de igen, egyébként minden. Hát ezért jó az, ha van segítségünk, és meg tudjuk, hogy segítenek megoldani ezeket, hogy ne hozzanak túl nagy problémát. Na hát most ugye úgy tudjuk, hogy van egy egészen jó kis csapat az evezős válogatott részéről, ugye Péter Várni, Molnár Bendegúz, illetve Lőrinc Krisztina parasportoló is ott lesz majd mellettetek. Akkor egy kicsit beszéljünk a reményekről, Béla, ami az olimpiát illeti, ugye mindenképpen óriási bravúr a kvalifikációtok, ugye erről már beszéltünk, de azért nyilván az emberbe motoszkál valami, hogy Európa-bajnokként azért jó lenne még valamit villantani az olimpián. Hogy néz ez most ki? Igen, hát nagyon bízom abban, hogy nem lőttük el az idei évünkre a csúcsformát, és még tudunk egyszer nagyot menni, és az nagyon jó lenne, hogyha éppen Rióban tennénk meg, úgyhogy hát én nagyon bíznék egy döntőben, hogy össze tudunk hozni. Aztán ott meg, hogy ott mi történik, állítólag nagyon rossz a pálya, nagyon rossz a víz, hullámzik, szeles, az Európa-bajnokság is ilyen volt, tehát az nekünk nagyon lapolt minden. Úgyhogy abba bízok, hogy a pálya hátrányait mi majd maximálisan ki tudjuk használni, és tényleg egy döntőt, vagy bár, tehát minél előbb nyilván, de egy döntőt nagyon szeretnénk megcélozni. No, hát valóban ilyen rosszak a körülmények, és ti ezt ilyen jól tudjátok kezelni, akkor legyen így ez Rióban, és azt kívánom nektek, hogy valóban jöjjön össze az a döntő, amit nagyon megérdemeltek, nagyon-nagyon sok munkátokért cserébe. Legyen így. Köszönöm szépen, és még egyszer gratulálok a kvótaszerzéshez. Köszönjük. Köszönöm.